A világ legmélyebb folyóitól. Ez a folyó a mélyebb részei még az északi tengert is lekörözi. A legmagasabb hegyekig. Látszik, ahogy a felhő közeledik. A levegő is hűvösebb. A vasút mindent meghódít. 6 különböző műtárgy védi a vasutat a földcsúszamlásoktól. Micsoda szerkezet, egyszerűen csodás! A merész mérnökök számára semmi sem lehetetlen. Ez aztán a mókás. Imádom ezt a szerkezetet. Bámulatos. A mai epizódban vasút a városban. Egy klasszikus kihívás. Ez London egyik legmélyebb alagútja. Ez Európa egyik legnagyobb infrastruktúrális projektje. Leleményes megoldások. Miközben megy a vonat, elringat. Amikor a szállítmány egy bizonyos pontra ér, hallani a fém csikorgását. Itt a lehetetlen is lehetséges. Lisszabon villamos nélkül olyan, mint a gondola nélküli Velence. Vasút csodák. Annak ellenére, hogy egy vonat hatalmas távolságot tud megtenni rövid idő alatt, nem csak hosszú utazásokra ideális. A vasút már több mint 150 éve szolgálja ki a városok igényeit és biztosítja működésüket. Munkába visz minket, turistákat utaztat nevezetességekhez és rakományt szállít. A vasút tartja életben a világ nagyvárosait. Az urbánus környezet viszont sok problémát rejt. New York a világ egyik legnagyobb és legsűrűbben lakott nagyvárosa. Mégis le van választva az ország többi részét ellátó vasútról. Londonban vagyunk, és épp agyagban dolgozunk, ami puha és összenyomódik. Felettünk meg csak úgy sorakoznak a nehéz épületek. A lisszaboni terep bonyolult. A város 7 dombon terül el. És jön egy látszólag megoldhatatlan kihívás, melyet egykor a kiváló 19. századi német mérnökök oldottak meg. Képzeljünk el egy gombamód növekvő ipari területet, amely vasútért kiállt. A magas talajvíz miatt azonban nem építhetünk alagutat. A terep dimbes dombos. A közeli folyó pedig áradhat. A tervezőasztalon egymás után úsztak el az ötletek. Ilyen körülményekkel kellett szembenézniük a mérnököknek a német Wuppertal városában. A 19. század végére a nagyváros 400 ezer fős lakossággal rendelkezett, amely gyors és hatékony személyszállítást igényelt. A kanyargós utcák és az egyenetlen terep miatt semmilyen hétköznapi megoldás nem jöhetett szóba. Wuppertal elképzelhetetlen nélküle. Ez a zaj kell nekünk. Számunkra ez egy dallam. Zene a fülünknek. A Wuppertaler Schwebebahn, azaz a Wuppertali lebegővasút 1901 óta üzemel, és a mai napig szállítja utasait a látszólag áthatolhatatlan tájban. Többek közt idegenvezetőnket, Gisela Rohledert is. Good
Ez a vasút az egyik legkülönlegesebb a világon. Szó szerint egy mestermű. Senki sem gondolta volna, hogy ilyen technikai mestermű készül a városban. Igazán futurisztikusan fest. A lehetetlen szerkezet Eugen Langen fejéből pattant ki, aki a város utcái helyett a folyó fölé tervezte a vasúti szerkezetet. Kifejezetten ebbe a városba lett tervezve, a szűk völgyhöz illesztve. Ezzel a megoldással, hogy a folyó felett fut a vonat, nem foglal helyet az utcákon sem. Langen találmánya a folyó és az azt környező utcák felett egy V-alakú acélszerkezeten lévő sínen siklik. Ezzel nem csak a vízzel borított felületeket, de a város úthálózatát is megkímélte. Az acélkeretes állvány 12 méter magasra építették, és majdnem 100 lába van, akár csak egy hernyónak. A meglévő folyó kihasználása remek ötlet, de nagy kihívás is volt. A szeles vízi úton biztosan nem maradt volna meg egy klasszikus vonat sem, mivel nem bírta volna el az éles kanyarokban kialakuló centrifugális erőt. Langen szó szerint a feje tetejére fordított mindent. Megfordította a kocsit, így különleges élményt biztosítva az utasoknak is. Amikor a vonat a kanyarhoz érkezik, egy kicsit kileng, ami akár 15 fokos dőlést is eredményezhet attól függően, milyen éles a kanyar. Most például arra dőlünk, azaz balra. Most pedig a másik irányba, azaz jobbra len ki a vasút. Mintha biciklit hajtanál, csak fejjel lefelé. Ahogy látszik, könnyű kibillenteni az egyensúlyából. Ez a kilengés a Schwebebahn sikeres működésének egyik kulcsa. A járműnek muszáj kilengenie, hogy be tudja venni a kanyarokat. Viszont az utasok ebből alig éreznek valamit. Ez a rendszer egyedi a világon. Ez a különleges lengő mozgás lehetetlen lett volna a járművön végzett, ötletes mérnöki beavatkozások nélkül. Az aktuális projektmenedzser Markus Schuarte felügyeli a Schwebebahn kerekein végzett vizsgálatot. Most éppen a kocsik szerkezetét vizsgáljuk meg és alakítjuk át. Ebben a fázisban a Schwebebahn kerekeinek karbantartása folyik. Egész pontosan az összeset kicseréljük. A kerekek élettartama körülbelül 200 000 km. Ezután új kerekeket kell felszerelni. A sínek felett helyezkedik el a Schwebebahn tartóforgóváza, amely igencsak különleges, akárcsak a kerekei. Most közelebbről vesszük szemügyre. Ezt az utcáról nem tehetnénk meg. A munkaállomás tetején vagyunk. Lényegében a sínek felett, ahonnan jól látszanak a jármű forgóvázai. A jobb és a bal oldalt találhatók a sebességváltó művek, középen pedig a motor. A pályája egy átlagos vasúti sín. De ahogy látszik, a kerék kicsit különbözik, mivel két karimája van. A normál vasúti keréknek rendszerint csak egy van, de ugyanígy négyesével vannak felszerelve a futóműre. Mivel a Schwebebahn egyetlen sínszálon fut, ez a dupla karimájú kerék biztosítja a jármű futását. Az idők folyamán ez az elképesztő vasút Wuppertal szimbóluma lett. A császár régen maga is használta a vonatot, több ezer ingázóval együtt. És a század közepén egy igazán különleges utas is vonatra szállt. 1950-ben egy igen különleges utazót szállított a Schwebebahn.
aki egy kis elefántbébi volt a maga 3 éves korával és 650 kilójával. A városi cirkusz tagjaként Tufit remek marketingfogásnak gondolták, de neki ez nem tetszett. Néhány pillanat után pánikba esett, mivel szokatlan volt neki a sok furcsa zaj. Összetörte a székeket és a vonat oldalsó falát is, ami után egy hatalmas lyuk maradt itt. Az elefánt még a következő állomás előtt kiugrott, és a vízbe esett. Tufi szerencsére túlélte a zuhanást. Látszólag otthonosabban érezte magát a saras vízben, mint a vasúton. Manapság évente körülbelül 25 millió elégedett utas használja a Schwebebahnt. Markus felelős a hihetetlenül népszerű vonat fejlesztéséért. A legtöbb vonat 1972 óta úton van. Egyenként körülbelül 2,5 millió kilométert tettek már meg. Eljött hát a változás ideje. Ha a fejlesztés megvalósul, a 31 darabos új flotta utasainak csupán 2 percet kell majd várniuk az utazásra. A szolgáltatás fejlesztése nem csak új vonatokat, hanem új technológiát is jelent. Csökken a követési idő is. A régi fülkék hangulata egyedi. De a jövő csinosabb. Íme az új vasúti fülke. Ahogy látják, sokkal világosabb és kedvesebb. A régihez képest itt az ablakok nagyobbak, és az ülések kényelmesebbek. Igen, kipróbáltam már, és elmondhatom, hogy kellemes élmény. Régi vagy új, egy biztos. Ez a hihetetlen vasút a város védjegye. Ha nem volna nekünk a Schwebebahn, akkor Wuppertal egy átlagos városka volna. Már több mint 100 éve a város része. Wuppertal és Schwebebahn egy és ugyanaz. De Wuppertal nem az egyetlen egyedi tervezésű vasúti rendszer a világon. Egykoron ezek a teherhajók teljesen eltorlaszolták volna a folyót, de ma már más a helyzet. A komolyabb emelkedőkkel nehezen birkózik meg egy átlagos villamos. A vasútépítésnek számtalan elképesztő módja van. A világ legtökéletesebb vasútjai városokban lapulnak. Az urbánus környezet praktikus megoldásokat kíván. Ez az innovatív ötletek helye. Ez a vasút 100 lábon áll, akár csak egy hernyó. A feladat látszólag lehetetlen. Ez a vasút legnagyobb állomása, és itt van a legkevesebb helyünk. A megoldás naponta több millió ingázó életét könnyíti meg. De egy városi vasút nem csak utasokat szállíthat. A városok nagyban függnek a teherszállítástól is. De amikor az anyatermészet akadályokat állít elénk, ott számolni kell a következményekkel is. A torlódások és az ingázók okozta káosz ellehetetlenítheti a város működését. A város, amely a legjobb ötleteket kívánta, nem más, mint New York. A véget nem érő utcák miatt az álmok városa egy közlekedési rémálom. Látszólag a vasúti közlekedés lenne képes megoldani az utak torlódását. De van egy apró kis bökkenő. A víz. Mindenütt.
Dr. Eric Lima, aki épp a Manhattani habokat szeli, hogy megfejtse a várossal kapcsolatos legnagyobb mérnöki probléma fogas kérdését. New York a maga 8,5 milliós népességével az egyik legnagyobb és legsűrűbben lakott település, melynek folyamatos élelmiszer és termékszállítmányozásra van szüksége. Hihetetlen módon teljesen le van választva az ország többi részét behálózó vasúthálózatról. Bár a személyszállító vasút befut ide, de a város hatalmas folyója lehetetlenné teszi a teherszállítást. A rakományok nagy része teherautóval érkezik az amúgy is túlzsúfolt utakra. Szerencsére egy elképesztő vasút alternatívát kínál. Íme itt látható a New York New Jersey vízi vasút. Egy brilliáns megoldás, mely sínre szerelt vízi flották segítségével szeli át a 7 km széles Hudson folyót. Épp most töltik meg az utolsó vízi vonatot. Innen a segédhajók egészen New Yorkig fogják vontatni a rakományt. Egy vízi vasút 4 rakomány szállítására képes, azaz a 14 kocsi kapacitásával 56 rakomány fuvarozható át egy 45 perces átkelés során. Idáig lehet hallani, ahogy a rakomány felkerül a vízi vasútra. Hallani a fém csikorgását. Régebben ezek a rakományhajók teljesen eltorlaszolták volna a vízi utat, folyamatosan oda és visszaúztak volna. Manapság viszont ez az egyetlen módja annak, hogy áruk kerüljenek Manhattanbe. A vasút a Hudson folyón és a világon is egyedülálló. A kereskedelem történelmi centruma New York. Vasút története az 1800-as évekig nyúlik vissza. A vizes környék miatt az egyetlen járható kereskedelmi célpont északon Albany városa volt, ahová az út mintegy 36 órán át tartott. A dandártábornok és egykori vasúti mérnök Hermann Haupt volt az első, aki kényelmesebb megoldásra lelt. Az amerikai polgárháborúban használt uszály, melyet a vasúttal kombinált, innovatív ötlet volt akkoriban. De hogy a Hudson folyóhoz igazítsák, a mérnököknek hatalmas akadályokat kellett leküzdeniük. Mivel itt az óceán, a vízszint folyamatosan süllyed és emelkedik. Az uszályon lévő rakomány súlyának függvényében maga az uszály is felemelkedik és lesüllyed. Ezt a szintkülönbséget pontosan kell áthidalni, az uszályról a rakomány egyenesen a szárazföldre tudjon átgördülni a vasúti kocsikon. A megoldás kulcsa nem más, mint egy transferhídnak keresztelt eszköz. Egyszerűen mondva, ez a transferhíd köti össze a földet a vízzel. Ezen a modellen mutatom be a működését. Nagyon egyszerű. A híd tetején egy kábeldob található. Ahogy az uszály közlekedik, egy hajtókar leengedi vagy feltekeri a kábeleket a dobra. Ezeket a zsinórokat itt. Így egyenlítve ki az uszály és a szárazföld közötti szintkülönbséget, egy folytonos utat hozva így létre. Extrém mérnöki munkával kellett megoldani a komoly problémákat. Lebegő pallót építettek, melyet hatalmas súly terhelt a folyó szintváltozásai miatt. A hatalmas zsanéroknak és az acélváltóknak köszönhetően így a terhelés egy részét a híd szerkezetén át a földbe vezetik. Bámulatos megoldás. A brilliáns megoldásnak köszönhetően e szerkezet 6000 vonatvagont szállít át naponta a folyón.
Bár manapság már nem ez az elsődleges útvonal, mégis elengedhetetlen a város számára. Amikor erre a városra gondolunk, nem az infrastruktúra és a tömegközlekedés jut először eszünkbe, viszont ezek nélkül nem létezhetne egyetlen város sem. Ez a régi szerkezet pedig már évek óta oda és vissza jár, minden egyes nap. A vízivasút évente 24 ezer vagonnyi rakomány szállít át a Hudson folyón. Ez a zöld megoldás azért is remek, mert nem terheli az amúgy is forgalmas közutakat. És meg is van, kikötött. Végighaladt útján, és ugyanígy fog tenni holnap és holnap után is. Így működik hát New York vérkeringése. Ám vannak városok, melyeknek teljesen másféle vasúti nehézségekkel kell megküzdeniük. Ha egy város növekszik, a lakossága is nagyobb lesz, és ehhez a vasútnak is alkalmazkodnia kell. De a több vonat több helyet kíván, és ez bizony előbb-utóbb káoszhoz vezet. Azt gondolnánk, a föld alatti építkezés a megoldás, de ez korán sem igaz. Egy ősi város föld alatti élete legalább olyan változatos, mint a felszíni. Lássuk, mi a helyzet. Ma kerül be az utolsó gerenda? Már tegnap bekerült. Oké, remek. Egy londoni mérnök csapat nagy felfedezésen vesz részt. Százötven évvel a híres londoni föld alatti megépítését követően egy kivételes és új mérnöki projekt lassan a végéhez közeledik. A Crossrail jelenleg Európa legnagyobb beruházása, értéke 15 milliárd font. 10 új állomást építünk London belvárosában, valamint 41 kilométernyi alagutat. A legmélyebb alagút 40 méterrel fut a föld alatt majd. 24 új metró is forgalomba kerül, amely 20%-kal növeli a kapacitást. De a világ egyik legnagyobb, legsűrűbben lakott és történelmileg igen fontos nagyvárosában korán sem egyszerű építkezni. A Whitechapel megállónál például a helyhiány a legnagyobb probléma. Az építési terület mind a négy oldalán üzletek, iskolák, lakóházak és sportközpontok találhatók. Itt épül a legnagyobb megálló, viszont itt a legkevesebb a hely. A történelmi Whitechapel negyedben, ahol a hírhedt hasfelmetsző Jack is ólálkodott, a modernség és hagyomány egysége elengedhetetlen. A régi állomás 140 éves. Ez a legrégebbi megálló. A mi feladatunk az, hogy a régit újjávarázsoljuk, valamint összekössük a londoni metrót, a vasutat és a Crossrail-t is. A történelmi jelleg kedvéért a régi téglafal megmarad. Viszont a régi állomás felújítása így még nehezebb feladat. A vasút közelsége miatt jelenleg kézzel dolgozunk. Lehetetlen lenne bontógépeket behozni ide, így zsákonként bontják a munkások az állomást. A lehetetlen vasútépítésnek nem csak a felszíni szakasza jelent veszélyt a városi örökségekre. Egy ilyen történelmi városban sosem egyszerű a vasútépítés. Még ha a föld alatti utat is választják, az alagút ásás trappista sajtot csinál a föld alatti világból, amely komoly következményekkel jár. Hogyan lehet hát föld alatti alagútrendszert létrehozni a felszín kincseinek megóvása mellett? A
A Whitechapel mellett a Finsbury Circus is hatalmas kihívást jelent a projektmenedzser Jules Boyd és a Crossrail mérnökei számára. A képernyőn az alagutak háromdimenziós képe és a felszínnel való kapcsolatuk látható. Ez például egy épület, amely alatt két alagút is fut a központba. Itt pedig a híres londoni agyagréteg látható, ami körülbelül az alagutak aljáig tart, és 5 méter vastag, ugye? Inkább 8. 8 méternyi agyag. A komplex számítógépes rendszer azt is figyeli, hogy a történelmi épületeket fenyegeti-e valamilyen veszély. A mai nap sem múlik el események nélkül. Egy komolyabb üreg van az épület alatt. Nos, hogyan lehet megóvni a londoni épületeket? Körülbelül hány furatra lesz itt szükség? Ez egy a sok megoldás közül. A föld alatt vagyunk. A legtöbben nem is tudják, hogy ez a hely létezik. A koporsók körülbelül itt lehettek. A világ legbámulatosabb vasútépítői válaszolnak. Városi vasutak. A mérnökök lehetetlen feladatok elé néznek, ahogy tervezik közlekedésünket. A nagy tervek meghökkentő megoldásokat kívánnak. Éppen most töltik fel az utolsó vagont, amely nem sokára elindul a vízivasúton New York városa felé. Nagy építkezések, grandiózus technológiák. Következő állomásunk a londoni Crossrail. London keleti és nyugati felét összekötő, a jelenlegi legnagyobb európai projekt 41 kilométernyi alagút építését kívánja meg. A kihívás hatalmas, főleg London Liverpool Street-i megállójánál szembesülnek komoly problémákkal, ahol a mérnökök a város híres történelmi épületei alatt dolgoznak. Mivel a legkisebb hiba is végzetes lehet, Jules Boyd projektmenedzser biztos megoldásra törekszik, amely mintegy 20 méterrel a földszint alatt lapul. Ez itt a föld alatti munkaterület. Az alagutak ásása folyik éppen. Fent a felszínen pedig London legszebb és legérzékenyebb épületei sorakoznak. Hogy helyreállítsák a talaj teherbíró képességét, a mérnökök az alagútfúrás során egy zseniális technológiát, a kompenzációs fugázást alkalmazzák. Lézerrel figyelik a felszíni épületek több száz pontját. Ha a viszonyítási pontok akár csak a legkisebb mértékben is elmozdulnak, a mérnökök a föld alatt akcióba lendülnek és helyrehozzák az eltérést. A felszínen a brit építészet legékesebb darabjai forognak kockán. Egy speciális egység végzi a kompenzációt, akik nem sokára akcióba is lendülnek. Naponta kétszer dolgoznak. Hányat is terveztünk mára? Hogy mennyi van előírva? Hány furatot fogunk ma beszúrni? 8-at! Cliff Kettle főmérnök felel ezért a kényes műveletért. Itt van az egyik injektálógépünk a kettő közül. A tárna mindkét végében van egy. A felszínen készül a viszkózus habarcs. Ezt leszívja ide egy pumpa, és a fogadó tankba kerül. A tankból ezen pumpák segítségével kerül a résekbe. A nyomást folyamatosan kell figyelni. Ez itt a beültetést kontrolláló kabin. A felügyelő itt figyeli a pumpálással kapcsolatos adatokat, valamint a felszíni épületek elmozdulását is. London szerte több ilyen állomás is létezik.
Egy pókhálószerű, stabilizáló hálózat található a város útrendszere alatt. Mi most ebben az alagútban vagyunk. A falakban láthatják is a lyukakat. Ez csak a legvége, és ekkora távolságban terjednek szét a város alatt. Az alagútrendszer a föld alatt van. Ez itt a Hammersmith zóna például. Láthatják, ahogy a lyukak behálózzák az egész területet. Feljebb látható az útrendszer. Egész pontosan itt. Ezek a védett épületek. Ennek az épületnek a felszínen nyugszik a homlokzata, a hátulja pedig ezekre a halmokra épült. Ez igen komoly kihívást jelent nekünk, mivel két különböző építési technológiával kell megbirkóznunk. Ezzel véget is ért a reggeli rutin. Ez kétszer ismétlődik naponta, nap mint nap, amíg Cliff, Jules és a csapat teljesen stabilnak nem nyilvánítják az épületeket. A történelem megóvása kulcsfontosságú. Egy valamit biztosan figyelembe kell venni egy városi vasút építésekor. A város látképét. A legtöbb város ugyanúgy született. Város alapítás során. Elnevezem Londiniumnak. Jó kis név. És jóval a vasút feltalálása előtt növekedésnek indultak. Így hát senki sem figyelt a tömegközlekedésre. Folyók. Mocsarak. Dombok és hegyek. Hello. Csupa egyenetlen és bonyolult felszínt. Viszlát! Választottunk végül otthonunknak. Lisszabon, melyet 205-ben alapítottak. Kikötőnek csodás, de egy vasútnak már kevésbé. A hét domb városaként ismert helyszín számtalan meredek és szűk utcáiról híres, amely mindennapi kihívást jelent az itt lakók számára. Egy eltökélt vasúti mérnök úgy gondolta, meglelte a megoldást. Sikerének kulcsa a város utcái alatt rejlik, ahová Susanna Fonseca, múzeum igazgató, most bevezet minket is. Ez itt a gépház. A legtöbben nem is tudják, hogy ez a hely létezik itt, a föld alatt. Ez a helyiség rejti a választ Lisszabon tömegközlekedésének titkára. Ez itt a Lavra, a világ első siklója. Közel 200 méteres utat tesz meg, egy nagyon meredek, 25%-os lejtőn. A 19. századi mérnök Raoul Mesnier de Ponsard agyából pattant ki az ötlet, amely létrehozta a ma hegyi vasútként számon tartott járművet. Az Alpok vasútja inspirálta eszköz a szamárhátat váltotta fel, és perceken belül szállítja használóit fel és le. Úgy hitte, ez az ideális tömegközlekedési megoldás, figyelembe véve a város emelkedőit. A mai napig remekül működik. Egy megbízható és kényelmes szerkezet arra, hogy megmásszuk a hegyeket. E vasút új értelmet ad a hegymászás kifejezésének. A város alatt fellelhető titka viszont meglepően egyszerű. Egy egyszerű drótkötél felel a páratlan rendszerért. És íme a kábeles szerkezet, amely ellensúlyozza a siklót. A kocsik súlya kiegyensúlyozott, ugyanis párosával mozognak, mivel össze vannak kötve, míg az egyik lefelé, a másik felfelé tart.
A felfelé haladó egyedül nem tudna feljutni a hegyre. A lefelé haladó kocsi ellensúlya hozza létre az ehhez szükséges erőt. Az ellensúly eredetileg egy extra nehezék volt. Egy vízzel töltött tartály annyi húzóerőt produkált, hogy a felfelé menő kocsi felkapaszkodhatott. Manapság három siklóvonal van használatban, de Dupont-Szárd öröksége korán sem merül ki ennyiben. Történelmi kocsik sora szeli keresztül Lisszabon dombos terepét. A lisszaboniak imádják a villamost, mivel ez a város szimbóluma. Mindenki rendszeresen használja és imádja őket. A hagyományos eszközökkel ellentétben az elegáns kocsik tökéletesek a szűk utcákban. A város lelkesedését példázza az új kocsik fejlesztése, melyek a laposabb terepen siklanak. 60 villamosunk van, melyet évente mintegy 10 millióan használnak, és ez a szám egyre csak növekszik. A terjeszkedő hálózat közel 20 órát fut naponta. Népszerűsége újabb problémákat szül a helyi mérnököknek. A karbantartási munkákat csak este lehet kivitelezni. Mondtad, hogy kapcsolja ki? Kikapcsolta? Hajnali 1:30 van, és csak most kezdünk. Ez a munka 2 óráig is eltart. A vasúti karbantartás csak este folyhat, mivel csak ekkor nem fut a villamos. Mindig a legfőbb célra koncentrálunk. Arra, hogy soha, de soha ne álljon meg a villamos. A villamos pályát karbantartani egy ilyen ősi városban nem egyszerű. És ezt Pedro Palma főmérnökön is láthatjuk. Ezt el kellett volna vágniuk. Jelenleg 67 kilométernyi kábel fut, amiből 50 métert kell kicserélnünk. Ez a szakasz elhasználódott. De az új legalább 5-10 évig bírni fogja majd. Szóval hosszú távra szól. Egy 2,5 kilométeres toldalékkal Pedro és csapata is hozzájárul a vasút jövőjéhez. Nagyon izgalmas új pályát építeni. Ha jók a körülmények, akár 30 métert is haladunk hetente. A bővítési projekt rendkívül modern, de a csapat hagyományos módszerekkel dolgozik. Mint például a dobozos hegesztés. A fém a dobozban olvad meg, majd pedig sín köré helyezzük. Később lekerül róla, és kész is az új szakasz. Amint a fém kihűlt, kész is vannak. Létrejött az illesztés. El ne hajlítsd, ne üss félre! Nagyon precíz munkát kell végezzünk. Milliméter pontosat. Amint a finom illesztések a helyükre kerülnek, a vasút készen áll, hogy tovább formálja Lisszabon jövőjét. Nagyon örülök, hogy ezen a bővítési projekten dolgozhatok. Nekünk, vasútmérnököknek nincs is nagyobb megtiszteltetés, mint hogy ilyen komoly munkát végezhetünk. Csak ez számít. Lisszabon a főváros lakói számára sem lenne ugyanaz a vasút nélkül. Lisszabon villamosok nélkül olyan lenne, mint Velence gondolák nélkül. De a vasút nem minden esetben tölti fel élettel a városokat. Hogyha élő zombikként gondolunk az ingázókra, nos ez az állomás nekik lett megépítve. Az elképesztő vasútnak semmi sem lehetetlen.
A világ legkülönlegesebb vasútjainak otthona. A mérnök csapatok hatalmas kihívásokat vállalnak. Érinthetetlen városképek. Pontosan ebbe a szűk völgybe tervezték. Elképesztő meredekség. Az emelkedő meredeksége 25%-os. Mindezt azért, hogy minket és áruinkat egyik helyről a másikra szállítsák. A városi vasút fontos szerepet játszik, szinte mondhatni, életünk minden szakaszában. Egykoron ez az út szó szerint a bölcsőtől a koporsóig tartott. Dr. Rhys Morgan mérnök azonban, hogy felfedjen egy a viktoriánus Londonban kifejlesztett, roppant kísérteties probléma megoldó rendszert. Az 1801 és 1851 között, az ipari forradalom alatt a város lakossága kétszeresére nőtt, azaz mintegy 2,5 millióra. A népesség megnövekedésével a halálozás is megugrott, amely egyet jelentett a városi temetők túlzsúfoltságával. A halott testek miatt a kolera is terjedni kezdett, azonnali megoldásra volt hát szükség. A városi tér szűkössége miatt a feladat lehetetlennek bizonyult. Ekkor két vasúti mogul fején találta a szöget, és megvalósította a brit történelem legfurcsább ötletét. Íme a londoni nekropolisz állomás. Míg az ingázókra élő zombikként gondolunk, ez a vonal ténylegesen halottak ezreit utaztatta évente. ...1849-ben Sir Richard Brown és Richard Spry meglátták, a vasút nyújtotta lehetőségeket, és könnyítettek a túlzsúfolt London terhein. A külvárosban vásároltak egy földet, amely később a világ legnagyobb temetője lett. Majd létrehoztak egy vasútat, hogy feltöltsék azt. A cég a London Necropolis nevet kapta. Itt vagyunk az állomás mögött. Bár az évek során sokat változott, a tervrajz jól mutatja, hogy folyt itt a munka. A koporsókat szállító kocsik ezen az úton keresztül jöttek ide, majd egy üvegfedelő beállóban várakoztak. A koporsókat ezután levették, és ezt követően egy liftre helyezték, amely a vagonokra emelte azokat. Most a vasút magasságában vagyunk. Innen látszik a pálya, amely egészen a temetőig visz. Egy kocsiba közel 60 halott került, akik szó szerint innen kezdték útjukat a túlvilágba. Ezután egy 37 kilométeres út következett kifelé a zsúfolt városból. A Necropolis vasút nem csak halottakat szállított, hanem a gyászhuszárokat és a hozzátartozókat is, akik a halottal együtt utazhattak, majd jöhettek vissza a városba dolguk végeztével. A vonal végállomása maga a Necropolis volt. A Brookwood temető. A jelenleg 200 hektár területű föld 250 000 halottat rejt. Egykoron a világ legnagyobbja volt. Ez maradt a Brookwood temető déli állomásából. Itt emelték le az utolsó koporsókat a kocsikról a temetéshez.
Mivel a koporsók igen magasan helyezkedtek el, kiemelésük igen nehézkesnek bizonyult. A mérnökök igazi ötletarzenállal álltak elő. Például itt egy mélyedés az egykori peronon. Erről van szó itt, bár az idő kissé megnyúzta. Ezzel könnyebb lett az alsó koporsók kiemelése. Egy másik zseniális megoldás az volt, hogy a téglákat itt szögletes helyett domborúakra cserélték, hogy a koporsót le tudják húzni, és ezzel is könnyítsék a halott síri létének kezdetét. A Brookwood temető 1854 novemberében nyitotta meg kapuit. Az akkor végtelennek tűnő terület a korabeli hatóságok elképzelése szerint London egyetlen temetője lett volna. Brookwoodról azt remélték, hogy a 600 hektáros föld a végtelenségig működhet a város temetőjeként. Ez a terv hamar befutcsolt, mivel 1939-re már 200 ezer sír volt itt. A nekropolisz majdnem 100 évig működött, míg 1941-ben véglegesen megtelt. Ezzel lezárva a brit történelem legfurcsább vasúti történetét. A londoni nekropolisz vasút minden kétséget kizárólag a legjobb megoldás volt, amelyet a város kitalálhatott. Több mint 150 éve a mérnökök hihetetlen ötletekkel rukkolnak elő a városi vasutak fejlesztéséért. A cél az innováció és a fejlődést előmozdító megoldások. Mi csak éljük mindennapjainkat, de itt van ez a rejtélyes rendszer, amely csak azért jött létre, hogy boldoguljunk a nagyvárosokban. Az úttörő megoldások megváltoztatják modern életünket. Ha lekésed a vonatot, semmi gond. Csak vársz 3 percet, és már jön is a másik. Lehetetlennek tűnő problémák sikeres megoldásai. Semmi kétség, hogy a vasút mindent megváltoztatott. Modern életünk sajátja és a jövőt is meghatározza. Egy város sem lenne ugyanaz nélküle. Narrátor Szatmári Attila. Magyar szöveg Mihályi Dávid. Szerkesztő Lerner János. Hangmérnök Szabó Péter. Gyártásvezető Kovács Marian. Szinkronrendező Vági Tibor. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Kerényi Kata.